A sportpálya leveleken a jelenleg óvodaként működő egykori kastély kertjében helyezkedik el. Fejlesztése folyamatos, lelátót építettek, felújították a biztonsági korlátokat, valamint a legkisebbeknek játszóteret alakítottak ki. Levelek Megyesség önkormányzata és a Levelek Sportegyesület közösen már negyedik éve pályázik a Magyar Labdarúgó Szövetséghez társasági adóra. Ebből az elmúlt években jelentős fejlesztések, beruházások zajlottak le a településen. Nagy teljesítményű eszközöket szereztünk be a pálya karbantartására és felújítására. Ezek közül nagyon fontos az önjáró öntözőberendezés, illetve azok a fűnyíró eszközök, amelyekkel az 5 hektáros területet folyamatosan karban tudjuk tartani. Az elmúlt évben és ebben az évben olyan beruházások zajlottak le a pálya környékén, amelyek a pálya biztonsági berendezéseinek a felújítását jelentették, illetve ebben az évben egy 300 fős lelátó készült el, szintén a társasági adós pályázat keretében. A felújított és megújult sportpályán a megyei másodosztályú Levelek ese mellett 7 másik csapat edzhet, köztük egy női foci csapat is. A Levelek ese az előző bajnoki idényben a megyei másodosztály középmezőnyében végzett. Jelenleg a focipályához tartozó öltözők korszerűsítése zajlik, a napokban a tetőt cserélik és átalakítják a belső tereket. Belügyminisztériumi forrást is sikerült Levelek Nagyközség önkormányzatának elnyernie. 19,5 millió forintból újul meg a Levelek sportöltözője, a Levelek ese sportöltözője, amely részben bővítés jelent, részben tető átalakítást, illetve nagyobb részben az épület teljes belső átalakítását, új öltöző részek kialakítását. A területen a tervek szerint közösségi sportközpontot alakítanak ki, amennyiben az önkormányzat sikeresen igényel támogatást. Épül egy teniszpálya, egy gyakorló focipálya, valamint egy futó és egy kosárlabdapálya is.